Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Edzők számára rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán, az Atlétikai Centrumban. Új-Zéland után már hazai környezetben készül az újabb feladatokra Jakab Máté. Több mint 3000 sportoltak szerdán Nyíregyházán a Fitváros rendezvényén. Edzők számára rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Az Atlétikai Centrumban mintegy 150 tréner hallhatott előadásokat a legújabb módszerekről. Az egésznapos programot gyakorlati bemutatók is színesítették. Én azt gondolom, hogy az a 150 fölötti létszám ez teljesen jó elsőre, és amit szoktunk beszélni, hogy a sziget is először csak egy diák sziget volt, most meg Európa egyik legnagyobb rendezvénye. Hinnünk ebben, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú programokat, illetve egyre több előadót tudhatunk. Mit kapnak azok az edzők, akik eljöttek erre a mai szakmai napra? Elméleti és egyébként inkább dominánsan gyakorlati bemutatók, illetve kipróbálni is sok mindent kipróbálhatnak. Úgy a teljesítmény, mint az egészség monitorozása, illetve az érterápián hatni is tudunk az egészségünkre, tehát a teljesítmény és a fitség is szerepet kap, de minden anyagot, a videófelvételeket, a kivetített anyagokat egy QR kód segítségével meg fogják kapni, tehát aki csak mondjuk beesett a rendezvényre, vagy hamarabb el kellett mennie, ő sem marad le semmiről. Mint minden, az edzői szakma is változik, merre halad a világ? Én azt gondolom, hogy lereagálja a kicsiben a nagyot, tehát a világ problémái láthatók az edzői szakmában is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon értékvesztett világban élünk, és az edzők is keresik az útjukat. És az edzőképzésben ezért érzek óriási felelősséget, hogy mutassunk példát, úgy a képzésben, mint tényleg a felvállalásban, hisz ezt, hogy hivatássá váljon az edzői munka. Ezt azt gondolom, hogy fel kell vállalni minden testnevelőnek és edzőnek is. Az innovációk azt gondolom, hogy ebben óriási segítséget nyújtanak, mert egyfajta iránytűt, illetve egy olyan mankót tudnak adni, amiben a fiatal generációt, akikhez képest én analfabétának számítok a technológia világában, a tizenpár éves lányomhoz képest, ebben hívhatjuk segítségül a legújabb technológiai vívmányokat, és talán így a fiatalokat is még jobban rá tudjuk vezetni, illetve bevonni ebbe a közös munkába. Dr. Rász Levente, a Nemzeti Kézilabda Akadémia és a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem képviseletében érkezett erre a mai nyíregyházi rendezvényre. Milyen előadással? A korszerű erőfejlesztésről, korszerű kondicionálásról hoztunk egy elméleti és egy gyakorlati előadást. Igazából demonstráljuk is azt, amiről beszélünk. Milyen gyakran kapnak felhívást ilyen rendezvényre, ugye itt Nyíregyházán ez az első? Az a helyzet, hogy mi ugye a kézilabda specifikus módszertani központ keretében azért évente több ilyen rendezvényt rendezünk, meg maga a Testnevelési Sporttudományi Egyetem is rendez konferenciákat, így ez azt mondhatom, hogy az életünk része rendszeresen. Mi a tapasztalat az edzői társadalom, mennyire nyitott az új módszerekre? Amióta a Testnevelési Sporttudományi Egyetemen az edzőképzésben mi már bevisszük az innovációt, ugye én egy olyan szakért vagyok felelős, akik a sporttudományos hátteret adják az élsport, utánpótlás sport fejlesztéséhez, ez már itt van a köztudatban. Én azt gondolom, az edzői társadalom nagy része már felmérte azt, hogy enélkül nemzetközi szinten nem lehet eredményt elérni. Ugye a laikus szurkoló látja a sportolót, látja a csapatot, de nem nagyon van fogalma arról, hogy mekkora munka van egy-egy eredmény mögött. Lehet-e még fejleszteni ezt a tudományt, hiszen gyakorlatilag rohamosan fejlődik? Én azt gondolom, hogy nagyon is. Másrészt ugye itt elhangzott pont a NSU képviseletében mind a két előadó elmondta, hogy ez az új generációk és a generációk, akik jönnek, egyre kedvezőtlenebb helyzetből jönnek, de nem azért, mert nem lennének alkalmasak a testük a fejlesztésre, hanem azért, mert nem kapják meg azokat az ingereket. Ezeket mi a kondicionálással azért be tudjuk hozni valamilyen szinten, de minél lejjebb visszük életkorilag
a képzésnek a kezdetét, annál kevesebb deficitet kell lefaragnunk, és azt meglátjuk, hogy az élsport eredmények azok meg eredmények egyre magasabbak, tehát ezt az ollót kellene nekünk szűkíteni, és az edzői társadalom, az mondhatjuk, hogy felelős ezért. Tehát ezt fel kell vállalnunk. Azt kérdeztem, mennyire nyitottak az edzők az újra, de mennyire nyitottak a sportolók, a gyerekek, hiszen néhány évtized, amit egy edző mondott, szentírás volt, azért ma már mások a társadalmi viszonyok, sok minden más. Szerintem a gyerekek nyitottak, csak máshogy kell velük kommunikálni. Tehát meg kell találni a generációs, kommunikációs csatornákat, amivel ezek az információk és maguk ezek az értékek, ezek hitelesen átmennek. És akkor a gyerekek azok hajlandók elvégezni ezt a munkát, ami rájuk vár, nem is munkaként, hanem azért, mert élvezetet találnak bennük. Hiszen maga a mozgás önmagában funkció, örömet is jelent. Ha ezt bevisszük az életükbe, ez egy örömforrás. És ha még sikereket is érnek el benne, az meg egy jó visszacsatolás. Azt meg, hogy élettanilag akár ezek a hormon hatások, hogy egy győztes, nagy teljesítmény után milyen örömet érez a szervezet, és milyen hormonban fürdik, hát az meg önmagáért beszél. Tehát ezt megtapasztalja valaki, aki addig csak nyomkodta a számítógépet, az átfordíthatja ebbe az irányba. A Váda Labdarúgó Akadémia élettani csoportvezetőjeként veszel részt ezen a edző találkozón. Milyen információkra éhesen érkeztél? Ugye a sport az, és a sporttudomány az mindig fejlődik. Mind csoportvezetőnek és mind edzőnek is mindig követni kell azokat az innovatív fejlesztéseket, amik az aktuális sportában sportolóinknak a teljesítményét növelheti. Úgyhogy ezért is vagyok jelen, a volt kollégám és jó barátom Tornusz Zelen meghívásából jöttem, és mindig egy jó irányt képvisel, és bízom benne, hogy itt is olyan ismert anyagot tudok gyűjteni, ami segíthet nálunk Kisvárdán is a labdarúgók teljesítményének a növelésében. Kisvárdai Akadémia ugye kiemelt akadémia, milyen körülmények között tudtok dolgozni, gondolok itt a sportolókra, edzőkre? Azt kell mondanom, hogy mi is a legjobb eszközökkel, a leginnovatív eszközökkel tudunk dolgozni. Mi is monitorozzuk a sportolónak a teljesítményét, napi szinten mérkőzés és edzés monitorozás folyik. Mellett az aktuális állapotokat is tudjuk nézni, és ezért jó mindig ilyen eseményekre járni, ahol újabb és újabb eszközöket vagy innovatív fejlesztéseket találhatunk, amit esetleg bevonhatunk ezeknek a teljesítmény növelésébe használásában. Hogy néz ki egyébként egy-egy csapattal, mekkora stáb foglalkozik Kisvárdán? Ugye a kiemelt akadémiai utánpótláskorak, azok a 15-16, 17 és 19 évesek. Ott dolgozik minden csapattal külön egy erőnyíti edző, vezetőedző, másodedző, videó elemző dolgozik a csapattal, akik segítik az aktuális edzés vagy mérkőzésnek a javításán, plusz egy masszőr foglalkozik minden külön csapattal. Hogyan összegzitek, hogyan kíséritek figyelemmel egy-egy csapat vagy egy-egy sportoló fejlődését, vagy esetleges visszaesését? Ugye nagyon sokat segít nálunk a katapult rendszer használata. Monitorozzuk a napi edzéseket. Az előnyíti edző, a vezető edzővel karöltve minden nap elemzi az adott edzést. Egyénileg is csapat szinten is, és ebben próbálunk az edzés gyakorlatokon, edzés minőségén állítani. Ha lehet ilyet mondani, ti vagytok a mai rendezvény sztár vendégei, mivel érkeztetek Nyíregyházára? Speedworks is a company that brings a... A Speedworks egy olyan rendszer, amit arra fejlesztettek ki, hogy az elit szinttől az iskolai szintig hatékonyabban tanuljanak meg mozogni, és olyan technikákat, futóiskolákat, illetve egyéb kondicionális fejlesztő módszereket hoznak, illetve fejlesztettek ki a mesterséges intelligencia segítségével, amivel a sérülések kockázatát is lehet csökkenteni, és a teljesítményt is hatékonyan lehet növelni. Mekkora az érdeklődés világszerte ez iránt, a rendszer iránt? Yeah, we work worldwide. We work out in az Amerikai Egyesült Államoktól
Európától Európán át világ nagyon sok pontján vannak már jelen, nagyon sok atlétával dolgoznak, és nem csak abban vannak jelen, és keresik őket, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak a sportolók, hanem hogy ne sérüljenek olyan nagy valószínűséggel, vagy ha már megsérültek, akkor hogyan tudnak hatékonyabban visszakerülni arra a magas teljesítmény szintre, ahová eddig el se jutottak esetleg. A mesterséges intelligencia jelenleg a csúcsot jelenti, van-e még fejlődési potenciál ezen a területen? Nagyon fontos, hogy ez a mesterséges intelligencia rendszer nem elsősorban csak arra hivatott, hogy pontosan milyen gyorsan mozog az adott sportoló, hanem hogy hogyan mozog. És ez a mozgás minőség lesz a kulcs abban, hogy a sokszor emlegetett sérülés kockázatot csökkentsük, illetve hogy a jobb hatékonysággal mozogjon, illetve tanuljon újabb mozgásokat. A legutóbbi szezont Új-Zélandon töltötte, most pedig már hazai környezetben készül az újabb feladatokra Jakab Máté. A nyíregyházi kosárlabda edző a New Zealand Bakers szakmai stábjának tagjaként dolgozott a tengeren túlon. Először is azzal kezdeném, hogy még kiutazásom előtte az első interjúmat a Kölcsei Televíziónak adtam, úgyhogy és most is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm a lehetőséget. Augusztusban utaztam ki ugye Új-Zélandra. Akkor a forró meleg magyar nyárból a kissé enyhe új-zélandi télbe csöppentem. Az elején ugye voltak azért nyilván az elindulásnál nehézségek, amikkel meg kellett küzdeni, gyorsan bedobtak a mélyvízbe, rögtön már érkezésem után következő nap már edzéseken vettem részt, edzéseket tartottam, így azt gondolom nem túl sok időm volt az átállásra, és azon gondolkodni, hogy éppen egy másik földrészen vagyok. A magyar, sőt az európai kosárlabda kultúra is ismerős volt számodra, hiszen dolgoztál Németországban. Milyen a tengeren túli, egészen pontosan nem is az Új-Zélandit mondom, hanem az ausztrál kosárlabda kultúra, hiszen a csapatod a 10 csapatos ausztrál bajnokságban szerepelt. Azt gondolom, az ausztrál kosárlabda egy nagyon, nagyon magasan értékelt kosárlabda kultúra. A játékosok úgy gondolom, és úgy velem, hogy jó alapokkal rendelkeznek. A képzési rendszerük nagyon precíz, egymásra épülő. Mindezt a bajnokság is jól megmutatja, hogy nagyon jó hazai nevelésű játékosok játszanak a bajnokságban. Az európai bajnokságokkal ellentétben itt ugye csak 3 légióst foglalkoztathatnak a csapatok, ami szintén azt gondolom, hogy a hazai nevelésű játékosoknak az erősségét mutatja. Az is a specialitás ennek a bajnokságnak, hogy 9 ausztrál csapat mellett szerepeltek ti egyetlen új-zélandi csapatként, ami rengeteg utazást feltételez. Mennyiben más volt így a szakmai munka, mint mondjuk Németországban? Rengeteg utazásunk volt, ugye egyedüli új-zélandi csapatként képviseltük a Szigetországot. Minden egyes idegenbeli mérkőzésre repülnünk kellett. Az Aucklandi repülőtérről egyszer Sydney-t, Melbourne-t, Brisbane-t vettük célnak. Ez azt gondolom nagyon megterhelő volt, és szakmailag is egy külön kihívás volt nekünk edzőknek, hiszen nagyon rövid idő alatt kellett felkészíteni a csapatot a következő mérkőzésre. Sokszor volt olyan, hogy pénteken még hazai pályán Aucklandben szerepelt a csapat, majd szombaton reggel felültünk a repülőgépre, és vasárnap délután 2-kor már Ausztráliában volt jelenésünk. Neked konkrétan mi volt a feladatod a csapat mellett a szakmai stábban? Rajtam kívül még 2 másodedzőt foglalkoztatott a csapat, mindkét kollégám amerikai volt, a vezetőedzőnk izraeli származású. Nagyon jól megosztottuk a feladatokat, azt gondolom a másodedzőkkel. Természetesen, mint minden ilyen feladatkörben, az ellenfél feltérképezése az egy nagyon fontos és masszív feladat volt minden edző számára. Továbbá feleltem néhány játékosnak az egyéni fejlesztéséért is. Kaptam egy 3-4 főből álló csoportot, akiknek rendre az egyéni fejlesztéséért kellett felelnem. Ez magába foglalt olykor-olykor egyéni edzéseket, de néha akár egyéni videózásokat is tartalmazott. Egy szezonnal korábban döntőt játszott a New Zealand Breakers, ebben a szezonban hogyan szerepeltetek? Eredetileg is ez volt az elképzelés, és azt gondolom ez a csapat ez úgy lett összeállítva, illetve összerakva, hogy meg tudjuk ismételni ezt a bajnoki döntő szereplést, ne talán túl is szárnyalni.
Az egész szezonban azt gondolom, hogy rengeteg sérülés és nehézség hátráltatta a csapatot. Azt gondolom, hogy egyetlen egy találkozó volt, amikor teljes csapattal tudtunk kiállni, tehát a megálmodott játékos keret tudott a pályára lépni, az összes többi találkozón valakit nélkülöznünk kellett. Az alapszakasz befejezése előtt két mérkőzéssel elveszítettük a legjobb játékosunkat, Anthony Lembet, aki tavaly még az NBA-ben a Golden State Warriors-nál pattogtatott. Ő egy nagyon kulcs figura volt a mi rendszerünkben, így sajnos az ő hiányát nem tudtuk kompenzálni a rájátszásban, így nem jutottunk a legjobb négybe, de a szezon végén nagyon pozitívan értékeltük az elért eredményeket. Ha már az NBA szóba került, első magyar kosárlabdaedzőként ülhettél előszezonban ugyan, de NBA-s csapat elleni mérkőzésen a kispadon, sőt két ilyen mérkőzésen is. Milyen élmények voltak? Vissza kell kicsit gondolnom erre az időszakra, hiszen ez 2023. októberében volt. Elkezdtük már az ausztrál bajnokságot, és a második forduló után utaztunk ki Amerikába, hogy asszisztáljunk ugye a Portland Trail Blazers kérésének, és eleget tegyünk a Portland Trail Blazers kérésének, miszerint az első előszezoni találkozón legyünk a hivatalos előszezoni ellenfelük. 10 napot töltöttünk Portlandben, ahol teljes körűen használhattuk például az NBA-s csapatnak a létesítményeit. Nagyon külön örülök, hogy sikerült szakmailag közel kerülni az ellenfél, vagy az ellenfélben dolgozó edzőkhöz. Sikerült néhány építő szakmai beszélgetést lefolytatni a túra alatt, és azt gondolom, hogy ez a mi csapatunk számára is egy nagyon hasznos felkészülés volt. Az a millió, ami pedig ott fogadott, az teljesen az leírhatatlan, és még mindig keresem a szavakat. Nagyon-nagyon magas létszámú nézősereg látogatott ki a mérkőzésünkre, és tényleg megtiszteltetés volt első magyar edzőként NBA kispadon ülni. Ha visszagondolsz az Új-Zélandon eltöltött időszakra, mennyivel lettél több szakmailag? Jelenleg még én is egy kicsit próbálom ezt az időszakot értékelni, illetve visszagondolni, hogy melyek azok a területek, ahol legtöbbet fejlődtem, illetve gyarapítottam a tudásomat. Azt gondolom, hogy sikerült egy picit jobban megtanulnom rendszerben gondolkodni, illetve az is nagyon hasznos volt számomra, hogy megláttam azt, illetve bepillanthattam abba, hogy hogyan kell a csapatot ilyen rövid idő alatt felkészíteni egy kulcsmérkőzésre. Dolgoztál Magyarországon, Németországban, Új-Zélandon, 3x3-as válogatott mellett. Mi lehet a következő állomás? Az edzői szakmában még eléggé viszonylag korán van. A komoly európai topligák jelenleg még zajlanak. Nem kell messzebbre menni, múlt héten Németországban jártam, de ott is még négy vagy öt forduló van az alapszakasz befejezéséig. Azt gondolom, hogy ebben a szakmában körülbelül úgy június-július környékén élesednek a dolgok, és akkor kell észnél lenni, hiszen akkor osztják ezeket a pozíciókat. Második alkalommal rendezték még május 1-én Nyíregyházán a Fitváros programot. A Continental Arénában, az uszodában és a két parkolóban több mint 3000-en próbálhattak ki számtalan sportágat. Tavaly indítottuk, ugye, és akkor is nagy siker volt, ez folytatódik, tehát ebből megállapíthatjuk, hogy szükség van ilyen rendezvényekre. Jönnek az emberek, és családok jönnek, látjuk, hogy gyerekektől idősekig mindenki itt van, különböző sportágak, azok is, akik valamilyen gyerekek valamilyen sportágat űznek, azok is, akik semmilyet, vannak városrészi, ugye a VB az a városrészi bajnokság, és hát bent az uszodába és a sportcsarnokban is nagyon sokan vannak. Ez egy nagyon jó program, nagy szükség van rá, és ugye itt a sport mellett még két dolog megjelenik, tudatosan már az elmúlt évben is megjelent. Az egyik a különböző egészségügyi mérések, különösen az időseknek nagyon fontos, másrészt a táplálkozási tanácsadás, mert a mozgás mellé ez is kell. És hát ugye az a legfontosabb, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, tehát ez már egy piramisnak a teteje, mert hogy nagyon sok sportolási lehetőség van.
Nagyon komoly, tudatos infrastruktúra fejlesztés zajlott. Említhettem, ahol itt, ahol vagyunk, az egykori buszhatcsa nem is volt a város tulajdona. Megkaptuk ingyenes tulajdonba adással, több mint 2 milliárd forintot a kormánytól felújítottuk, és itt a válogatott meccsek, most a napokban játszik majd a futsal csapatunk a bronzéremért, kupa meccsek, bajnoki meccsek mellett, ilyen szabadidős programok is vannak, de ez mindenütt így van, az atlétikai centrumunkat is ennek szellemében terveztük meg és építettük meg, hogy ott ugye a fedett pályás OB Budapestre először idejött, és már harmadik éve itt volt, de ott van a senior sportverseny, meg ott van az ovisoknak is, meg hát van egy rekordtán futópálya, ami a mindenki használat, ebben a szellemben épül, és nem sokára kész lesz a stadion is, de ez jellemző az úszodára és a jégpályára is, és én nekem nagyon jó érzés azt látni, hogy amit gondoltunk, amit szerettünk volna, az megvalósul, mert itt vannak a nyíregyháziak. Apraja nagyja. A mai rendezvény többek között a sportágok bemutatásáról, népszerűsítéséről is szól. Mi a tapasztalat, mennyire népszerű a lányok körében Nyíregyházán a kosárlabda? Az igazság, hogy például a több fiú keresetek bennünket, mint lány, de várjuk, végülis messze van még a nap vége, várjuk, hogy a lányok is megkeressenek. Hát igazából ez arról szól szerintem, hogy minden sportágot kipróbálnak a gyerekek, megnézik azt, hogy egyáltalán kosárlabda is mennyire áll közel a szívükhöz. Mi természetesen azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk nekik megmutatni ennek a sportágnak a szépségét. Reméljük, hogy találunk az olyan gyerekeket, akik idővel majd csatlakoznak hozzánk, és ezt a szép sportágot fogják választani. Beszéljük egy kicsit a szakmáról. Végéhez közelik most már a szezon, ugye május 1-jét írunk. Hogyan állnak a nyíregyházi kosársúlyi csapatai? Az igazság, hogy szuperül állunk. Tehát a juniorokkal most jöttünk haza a régiós bajnokok döntőjéről, ők ott szerepeltek. Az NB1-el ma utazunk éppen Budapestre majd, hogy megnézzük, hogy Zsíros Akadémia ellen mit tudunk teljesíteni. A tegnapi nap derült ki, hogy az U12-es csapatunk a szakmai tornára utazik, serdülő csapatunk az folyamatosan játszik, ők a 17. helyen játszanak. De én úgy gondolom, minden csapatunk sinem van, úgy érzem, hogy ebben az évben jó munkát végeztünk, reméljük, hogy a következő mérkőzésekben még sok öröme fog telni a gyerekeknek, szülőknek, nézőknek és mindenki másnak. Az atlétikát népszerűsíted ezen a mai rendezvényen, de leginkább arra vagyunk kíváncsiak, mikor láthatunk a dobókörben, hiszen volt egy műtét, tehát hogyan teltek az elmúlt hónapok. Igen, körülbelül két és fél hónappal ezelőtt volt egy arthroszkópos térműtétem, ebből próbálunk most ugye visszajönni, már az edzéseken tudok dobni vele. Ugye terhelés is ugyanazt csináljuk szinte, mint amit a sérülés előtt, úgyhogy egy 3 héten belül elvileg, ha minden jól megy, akkor én elkezdek versenyezni. Az Európa-bajnoki részvételed már biztos mennyire kerültél hátrányba a sérülés miatt az olimpiai kvalifikációt illetően? Hát ugye maximum a felkészülésbe kerültünk hátrébb, ugye komoly versenyek nem voltak még, ugye májusban indul be a szezon, tehát versenyről nem kellett így lemondanunk, itt maga a felkészülés nyilván így nehezebb volt, hogy 2 hónapig azért más edzés munkát kellett végezni. Hogyan néz ki a versenynaptár? Mi az, ami már fix a következő hetekben? Hát ugye 3 héten belül május 20-ától indul be, ott azért elég sok verseny lesz, ott a menedzseremmel együtt próbálunk az, hogy lehető legtöbb versenyre eljussak, ami jó rangú verseny, de ugye ez attól is függ, hogy a térdem hogy fogja engedni. Hogyan állsz jelenleg a világranglistán, és ugye két módon lehet kijutni az olimpiára, hogyan? Igen, ugye 67 méter kell dobni hozzá, nekem 66-93, tehát ugye nem vagyok tőle messze. Az az automatikus kijutás, akkor utána nem kell nézni semmit, és a világranglistán pedig az első 36 mehet ki, hogyha jól tudom. És ott pedig ugye ezek a versenyeken a gyűjtött pontok számítanak. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.